Ne kövesd el ezt a hibát! Kell vagy nem kell szóköz az olaszban az apostrof után? Melyik a helyes írásmód a kettő közül? L'amico. Szóközzel vagy szóköz nélkül? Először is nézzük, hogy mit jelent az apostrof. A szótárban ez áll. Kihagyás jelző írásjel, hiányjel, amely azt mutatja, hogy egy vagy több betű vagy szám kimaradt a szóból. Nagyon jó! Az olasz határozott névelők esetében is pontosan erről van szó. Az apostrof jelzi, hogy hiányzik az o betű a magánhangzóval kezdődő himnemű szavak előtt, illetve az a betű a magánhangzóval kezdődő nőnemű szavak előtt. Lo, el apostrof, magánhangzóval kezdődő himnemű szó, la, el apostrof, magánhangzóval kezdődő nőnemű szó. Tehát amikor a főnevek magánhangzóval kezdődnek, el apostrof lesz a határozott névelőnk. És mivel annyira ragaszkodik a hozzátartozó főnévhez, nem hagy helyet kettőjük között. Tehát szóköz nélkül írjuk. Így lesz l'amico vagy l'amica, barát, barátnő. És általánosságban mondhatjuk, hogy az apostrof után nem kerül szóköz, néhány esetet kivéve. Tudtad? Kövess további tartalmakért!